Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Dalassa vagyok, és most megmutatom nektek, hogy tésztaételekhez hogyan tudtok tökéletes házi tésztát készíteni, illetve azt is megmutatom nektek, hogy a levesekbe hogyan érdemes a tésztát elkészíteni, mert mióta Adél megmutatta nekem az alaplépéseket, egy picit fejlődött a tudásom, és emellett a videóban még el fogom nektek mondani, hogy én miért imádok házi tésztákat készíteni, és megtudhatjátok azt is, hogyan érdemes előkészíteni a konyhát, hogyha szeretnétek főzni. Mint láthatjátok, az én konyhám meglehetősen kicsi, egy standard panel konyháról beszélgetünk, és még hálás is lehetek az életemnek azért, hogy nem egy főzőfülkében kell a napi főzésemet megoldani. Az a helyzet, hogy amikor főzni szoktam, akkor úgymond rá vagyok a kicsi konyhával kényszerítve arra, hogy rendszerben gondolkozzam. Mert videózással vagy anélkül, de általában a berendezés az utamban áll. Mert a mögöttem látható szekrényben elég sok minden van, amire adott esetben főzés során nekem szükségem van, többek között például fűszerek, a liszt, tészta és a többi száraz alapanyag. Illetve, amikor videózok, akkor a hűtő mellett van a kamera. Na fiúk, lányok, nem tudom mennyi látszik a kamerából, de gyakorlatilag én most, hogy még egyszer ne kelljen már a kamerát megmozdítani, még jó, hogy kicsi vagyok. Úgyhogy, ha nem készítek elő mindent a hűtőből időben, akkor főzés közben állítgathatom a kamerát, a fényt, mindent is. Amikor én elkezdek főzni, akkor elkezdem fejben előkészíteni a konyhámat. Mire lesz szükségem? Az első és legfontosabb, hogy letakarítom a pótot. Semmi olyan dolog ne legyen a póton, amire nincsen szükséged, mert hogyha a munkafelületen oda nem illő tárgyak vagy alapanyagok vannak, akkor mindig beleakad a kezed, azokat arrébb kell pakorászni, takaríts le a pultodat, akár töröld át a pultodat, hogyha koszosnak találod, hogyha véletlenül valami kiesik a tából, akkor ne kelljen kidobni, hanem egyből vissza tud rakni a tába és tud vele nyugodtan dolgozni tovább. Hogyha nem kell állandóan a szekrényekhez vagy a hűtőhöz rohangálnom a különböző alapanyagokért, akkor idősporolok meg magamnak. Mert akkor a kezem alatt van az összes alapanyag, amire csak szükségem van, és már csak dolgoznom kell velük. Megmutatom nektek, hogy most a tésztagyúráshoz hogyan készítettem elő a konyhámat. A gáztűzhelyre már előkészítettem egy tálcát, ami rajta van egy tiszta rongy, és erre fogom rátenni a már kész tésztáimat. A póton rajta van a mérleg, illetve rajta van a tál, amiben majd össze fogom gyúrni a tésztát, illetve előkészítettem a tojásokat is. A konyhaasztalomon ott van a nyújtódeszka, és ott van a liszt, amit majd ki szeretnék mérni a gyúráshoz. És így a szekrények közelébe se kell mennem, mert minden eszköz a kezem ügyében van. Nagyon elkényeztettem magunkat egyébként, mert mióta megtanultam tésztát gyúrni, meg kell, hogy mondjam, a férjemmel már nem igazán szeretjük a bolti tésztákat, és a múltkor csináltam például túros csuszának tésztát. És abban a pillanatban, amikor készen lettek a kis csuszatésztáim, mondta a férjem, hogy együnk most túrós tésztát, jó? Mondtam, hogy este 9-kor együnk. Gyerekek, mindegy szálig elfogyott, és a múltkor nem volt időm gyúrni, kénytelen voltam bolti tésztát használni a bakonyimhoz. Hát meg kell, hogy mondjam, a házi tésztának poros nyomában nem lép. Na de álljon meg a menet! Nem úgy van a tészta, hogy 100 g liszt, meg egy szobahőmérsékletű tojás összegyúrom és tészta? Igen, lehet úgy is tésztát készíteni, hogyha mondjuk szírásmetéltet szeretnél, akkor tökéletes hozzá ez a kombináció, de a múltkor én beszélgettem nagymamámmal, aki elárult néhány trükköt. Ő már gyerekkorától kezdve házi készítésű tésztákat készített, gyakorlatilag zseniálisak voltak azok a tészták, amiket tőle kaptunk, amikor gyerek voltam, és elmondott néhány trükköt, amit szeretnék veletek is megosztani. Első lépésként körülbelül 150 g lisztet mértem ki. Második lépésként egy tálba teszek egy egész tojást, illetve egy tojássárgáját. Ezt jól fölkeverem. Az egy tojást és az egy sárgáját most hozzáadom ehhez a 150 g liszthez. Ezt fogom össze.
összegyúrni. Ne jegyünk meg, hogyha elsőre nem áll össze rendesen a tésztánk, ugyanis ez egy kemény tészta, direkt levesbetétnek készül. Ebből lehet készíteni, ugye, mint említettem, cérnametéltet, illetve kis kockatésztát, vagy eperlevéltésztát, ki megy szeret jobban a levesben. És ennek a tésztának pont az a lényege, hogy egy kicsit keményebb legyen. Ha már nem győzzük a tálban keverni és gyúrni, akkor tegyük ki a táblára. Egyelőre még nem kell alászólni lisztet, mert az a lényeg, hogy ezek a kis leeső darabok a tészta részévé váljanak, majd akkor kell a lisztet alászórni, amikor már a tésztánk teljesen összeállt. Ha végképp nem áll össze a tésztánk, akkor véletlenül se adjunk hozzá vizet, hanem a kimaradt tojásfehérjéből adjunk hozzá egy nagyon keveset, mert mint említettem, ennek a tésztának pontosan az lesz a lényege, hogy egy viszonylag keményebb tésztát kapjunk. Mivel a tésztán nagyon nem volt hajlandó összeállni, ezért még egy nagyon pici tojássárgáját adtam hozzá, nem egy egészet, mert különben túlságosan lágy lenne a tésztám, így viszont megfelelő keménységű, ebből lehet akár reszelt tésztát csinálni, nevénél fogva fogod egy reszelőnést, belereszeled a levesbe, illetve ebből lehet nagyon jó kis cérnametéltet, vagy kis kocka, vagy eperlevél tésztát készíteni. Ha már a tésztánk ilyen szépen összeállt, akkor tegyük bele ilyen szilikonos fedőbe, vagy pedig fóliába, hogy ne száradjon ki. Hozzákezdhetünk a következő tésztának, ami ezúttal egy csuszatészta lesz. Körülbelül 300 g lisztet mértem ki a csuszatésztához, és ebben a tálban már benne van egy 3/4 tojás sárgája, illetve 2 tojásfehérje, és mellé még ütök fel egy tojást. Úgy nézem, hogy ennek a tojásnak sincs semmi baja. Szintén megint jól összekeverem a tojást. És hozzáadom a liszthez. Ehhez a tésztához készítettem ide egy kevés vizet, abban a kis tálban, amiben a tojás volt. Mivel ugye ennél a tésztánál most úgymond hiányzik egy tojássárgája a képletből, ugyanis 3 tojásfehérjével és 2 darab tojássárgájával dolgozunk, viszont a csuszatésztáknak, mint például a csuszatészta, a szélesmetélt, a szabókadél és a többiek, nem kell annyira tömörnek lenniük, mint a levesbetéteknek. Ha pótoljuk a vizet a tésztában, hogy össze tudjuk állítani a csuszatésztánkat, akkor arra figyeljünk oda, hogy ne tegyünk bele túl sok vizet, különben túlságosan lágy lesz a tészta, és nagyon nehéz lesz vele dolgozni. És igen, persze lehet a túl lágy tésztához még pótolni a lisztet, de ha szeretnénk elsőre úgymond jó tésztát készíteni, akkor nem érdemes túl lágyítani a tésztánkat, és most láthatjátok, hogy mennyivel sárgább az a tészta, amit levesbetétnek készítettem, ahhoz képest, ami a csuszatésztának készül. És most essünk neki és gyúrjunk. Szépen lassan a kimaradó kieső részek is be fognak kerülni a tésztába, és össze fog állni az egész. Én úgy érzem, hogy ennél már nem kell, hogy lágyabb legyen a tészta, különben nem fogok vele tudni a későbbiekben dolgozni. Csodálatosan összeállt a tésztánk, ezért egy ilyen szilikonos fedőbe ezt is becsomagolom, hogy ne száradjon ki a teteje, és félreteszem. A vízre már nem lesz szükségem, úgyhogy azt kiöntöm. Amikor a nagyszüleink gyerekek voltak,
akkor a háziasszonyoknak még nem állt rendelkezésükre a boltokban halmokban álló tészta, ezért kénytelenek voltak meggyúrni maguknak akár a levesbetéteket, akár a csuszatésztákat, és az én nagymamám mesélte azt, hogy az ő testvére már egészen 5-6 éves korától kezdve imádott gyúrni. Viszont mivel kisfiú volt, nem akarta, hogy csúfolják, ezért mindig behúzta a konyhában a függönyöket, hogy a falubeli gyerekek ne lássák őt tésztát gyúrni. És az egész család egyébként a csodájára járt a tésztáinak, mert nagyon ízletesek voltak, nagyon jók voltak. És mondta a mamám, hogy a testvére megosztotta vele a titkot, ugye sokkal erősebbre készítette el a levesbetéteket, mint a csuszatésztákat. És én gyerekkoromból emlékszem arra, hogy annyira szerettem, amikor a mama fölpakolt minket tésztával, és ünnep volt az, amikor a húslevesbe elkészített cérnametéltet ettük, mert annyira jól esett, annyira finom volt, és annyira érezhető volt, hogy gondosabban és jobban van elkészítve, mint a bolti. Mutatom nektek, hogy hogyan érdemes a tésztákkal bánni. Most, hogy a tésztáim már álltak a fólia alatt, egy kicsit átgyúrom a tésztát. És látjátok, mennyivel könnyebben gyúrható? Most, hogy egy kicsit már állt. A felületnek azért kell lisztesnek lennie, mert a tészta az hozzá tud ragadni a fához, illetve a nyújtófához, és mivel nem szeretnénk, hogy a tésztánk indokolatlanul leragadjon, ezért érdemes alá lisztezni. Amikor egy kicsit már átgyúrtuk a tésztát, akkor csípünk belőle egy kisebb darabot. Meg még egy-két kisebb darabot, de majd úgyis szét fogom ezt a tésztát még szedni ízekre. Formázok belőle egy jó képű gombócot, és elkezdem a nyújtófával kinyújtani. Így még. Nem baj, hogyha nem tökéletes a formánk, mert nem az a lényeg, nem szépségversenyre megyünk. Amikor egy kicsit megnyújtottam a tésztát, akkor a tésztagépbe helyezem, és itt a legnagyobb fokozaton először átnyújtom. Hogyha túl hosszú a tésztánk, akkor nyugodtan vágjuk el egy késsel. És egészen addig nyújtom a tésztámat, amíg a kívánt vastagságú nem lesz. A kettes fokozaton én még egyszer át szoktam nyújtani. Így. És most jön az utolsó, legvékonyabb fokozat, amin átnyújtom. És úgy. Gyönyörű szép sárga a tésztám. Egy picit, egy icipicit meglisztezem a tetejét. És félreteszem. Egy kicsit állni. Jöhet a következő darab tésztám. Majd ennek a tetejét is csak egy picit lelisztezem, és őt is félreteszem állni. Hogyha nem elég a rendelkezésünkre álló hely, akkor nyugodtan tegyük le valami tárcára, amin tud egy kicsit szikkadni. Én ehhez a pihentetéshez egy másik fatárcát fogok használni, és erre fogom rátenni a tésztáimat egy picit pihenni,
amit félreteszek a gáztűzhelyre. És amíg az első két tésztám pihenget, addig fogom a következő darab tésztámat, ebből is formázok egy kicsi gombócot, és elkezdem kinyújtani a fával. Amikor a tésztánk már ki van nyújtva, akkor viszonylag hamar ki tud száradni, ezért érdemes vele szaporán dolgozni. Most éppen három kis gombócom van ilyen levéllé kinyújtva, és most ezt a levelet, mielőtt elkezdeném fölaprítani cérnametelték, először is a legvékonyabb fokozaton még egyszer átnyújtom. Azért, mert akkor lesz megfelelő vastagságú. Miközben a tésztánk szárad, egy picit megy össze, és egy kicsit újra megvastagodik. Ezért, hogyha tökéletes cérnametéltet, vagy eperlevéltésztát, vagy kiskocka tésztát szeretnénk készíteni, akkor érdemes a cérnametélt vágása előtt, vagy hát ugye a tészta vágása előtt még egyszer átnyújtani, hogy szép és vékony legyen, amikor elkészül a végeredményünk. Ezek a tészták most viszonylag hosszúak, és nem tudom, ki mennyire szereti a hosszabb vagy rövidebb cérnametélteket. Most azt kell eldöntenünk, hogy milyen hosszúságút szeretnénk a cérnametéltekből. Hát... Mivel nem szépségversenyre megyünk, ezért nem kell tökéletesnek lennie a tésztának. De körülbelül ilyen nagyságúra fogom a cérnametélteket készíteni. Ami kimaradt tészta, erre dobjuk. Beleteszem a metélt készítőnek a végébe, és elkezdem szépen lassan leengedni a cérnametéltet. És alá tettem a kis mancsomat, hogy véletlenül se tudjon szétperegni, és íme az első fél gombócomnak a cérnametéltje. Ezt a tálcára most ilyen szépen óvatosan lehelyezem, úgyhogy ne törjön meg véletlenül sem a tészta, de ne tudjon összeragadni egymással. Mutatom, hogy hogyan. Amennyiben szépen helyezzük le a tésztát, úgy könnyebben is el fogjuk tudni rakni, miután megszáradt, mert nem ilyen boglyosan fog állni, hanem ugyanúgy, ahogy megszárítottuk, és könnyebben be fogjuk tudni tenni egy kis dobozba. Ami tészta, nehogy Isten, így a gép mellé pereg, azt nem kell kidobni, nyugodtan berakhatjuk száradni. Nyilván nem fognak olyan tökéletesen szépen egyenesre megszáradni, mint azok a tészták, amiket ugye gondosan lehelyeztünk, de a doboz aljában ez már így el fog férni. Az előbb mondtam nektek, hogy ha kimaradnak ilyen kis tésztavégek, akkor azokat ne dobjátok el, mert nyugodtan készítettek belőle kockatésztát, megmutatom, hogy hogyan. Ehhez a tésztagéphez nekem csak metélt vágóm van. Ezért először is szépen fogom, és a metélt vágón átküldöm a kis megmaradt tészta végeimet. És ugye vannak olyan tésztagépek, amik már eleve kis kockaképpen adják vissza a legyúrt tésztákat, és ez a gép nem ilyen. Miután a lemaradt kis tésztavégekből meggyártottam a metélteket, szépen fogom, és egy csokor széles metéltet így egymás mellé helyezek, és magadudan, ha szolgált nincsen, nagyjából ilyen kockákra vágom. Mutatok egy trükköt. Ugye lehetne innen a szélétől kezdeni a metéltnek a kockává vágását, viszont itt ezek a tészták nem biztos, hogy ugyanolyan hosszúak. Ezért én középen szépen ezt itt ketté vágom, és miután már jól összetudom őket fogni, elkezdem ilyen kis kockákra összevágni őket. Érdemes nem szálonként összevágni a kis tésztáinkat, mert különben soha nem fogunk vele végezni. Inkább egy viszonylag nagyobb csokrot érdemes így fölvágni. Thank you.
És miután ezzel készen vagyunk, fogunk egy tálcát, amin konyharuha van, és ráhelyezzük a tálcára az első kis adag kockatésztát. El is készültem a levesbetétekkel, a cernamedéltel, illetve a kis kockatésztával. Lehet, hogy kevésnek tűnik a kockatésztám, viszont amikor gyúrni szoktam, akkor általában ugye maradnak ki ilyen kis maradékok, amiket nem nagyon szeretnék mondjuk cernamedéltnek vagy egyébnek felhasználni, és abból szoktam készíteni egyébként a kockatésztámat, úgyhogy ez majd, ha kiszáradt, akkor megy be a többi közé a kis dobozba. Általában olyan 2-3 napig szoktam őket szárítani, és szárításnál mindig óvatosan a cernamedéltekkel, mert törnek nagyon, de át szoktam őket forgatni, hogy egyenletesen tudjanak a tálcán száradni, és körülbelül így a 3 nap alatt így naponta egyszer át szoktam őket forgatni, hogy egyenletesen tudjanak kiszáradni, ha már elég száraznak érzem őket, akkor pedig elrakom őket egy dobozba. Ez a tészta mennyiség szerintem körülbelül 2-3 levesre lesz elég, és hogyha legközelebb szükségem van rá, akkor gyúrok belőlük frissen. Említettem nektek, hogy elég miniatűr a helyetben a konyhában, és nincs nagyon felületen szárítani a már kész tésztáimat, ezért ezeket a tésztákat általában a szobában, vagy az asztalon, vagy pedig a szekrény tetején szoktam szárítani, és akkor biztos, hogy nem éri őket baleset. Úgyhogy ővelük most bevonulok, és utána következhet a csuszatészta. Mielőtt a csuszatésztámat elkezdeném lenyújtani, előtte egy kicsit átgyúrom, hogy egységes legyen a tészta. Majd amikor ezzel megvagyok, kisebb, nagyobb szeletekre vágom ezt a tésztát, és azzal a tésztával, amivel éppen nem foglalkozok, visszateszem őket a tába, és rájuk teszem ismételten ezt a fóliát, hogy ne száradjon ki a felületük. Azt a tésztát, amivel pedig foglalkozni szeretnék, megint egy picit átgyúrom, hogy egységes legyen, és ahhoz, hogy ne ragadjon rá ennek a nyújtófának a felületére, ismételten szépen fogom és lisztezem a nyújtófámat. Ezzel a tésztával, mint látjátok, sokkal könnyebb dolgozni, nem annyira törik, mint a levesbetét, és elkezdem lenyújtani. Lisztezem kicsit a felületét, miután lenyújtottam, és ugyanúgy egy kicsit félreteszem ezt a kis tésztát, mint az előzőekben. A csuszatésztánál, hogyha úgy érezzük, hogy túlságosan lágy a tészta, akkor minden nyújtás előtt nyugodtan belisztezhetjük a tésztának a felületét, mert nem lesz tőle semmi baja, de könnyebben fogunk vele utána a végén dolgozni. Nem tudom ki, hogy van vele, hogyha én túlós tésztára vágyom, akkor a boltiból a nagy kockatésztát szoktam vásárolni, illetve magamnak, ugye a nagy kockának vágom össze a csuszatésztát. Viszont én ebből most szabugallért szeretnék csinálni, ami egy picit szélesebb tésztát igényel. A csuszatésztát nyújtás után nyugodtan hagyhatod a táblán még száradni egy kicsit, mielőtt elkezdenéd formára vágni, mert ez nem fog neki ártani. Viszont amikor elkezdesz vele dolgozni, akkor ugye, ahogy mutattam, érdemes egymásra helyezni a tésztalapokat. Hogyha túlságosan lágy a tészta, akkor összeragad ugye a két tésztalap, és hogyha ez a formára vágás után még összeragadva marad, akkor nagyon vastagra fog megfőni a tészta,
Viszont, hogyha megfelelően szikkad egy kicsit a csúszatésztát, és utána kezded el őket összevágni, és úgy helyezed egymásra a lapokat a vágáshoz, akkor sokkal kisebb eséllyel fog összeragadni. Illetve a csúszatésztát azt nyugodtan lisztezheted, mert akkor még inkább meg tudod akadályozni azt, hogy összeragadjanak a késztészta szemeit, és nagyon szép, nagyon vékony tésztákat fogsz tudni készíteni. Közben sajnos lemerült a telefonom, de most közelebb hozlak titeket a deszkához, és megmutatom, hogy az én nagymamám hogyan vágta ezeket a tésztákat ügyesen. Fogott két körülbelül ugyanakkor a tésztalapot. Ezeket ugye szépen külön meglisztezte, hogy ne ragadjanak össze. Felesleges lisztet nyugodtan leszorhatjuk róla, és fogott egy vékonyabb nyújtófát, és a nyújtófát is meglisztezte, hogy ne ragadjon rá a tészta, és elkezdte így föl tekerni a nyújtófára. És miután föltekerte a nyújtófára, középen elvágta, és így sokkal kevesebbet kellett utána igazítania a tésztáim. Én még nem vagyok annyira gyakorlott, mint a nagymamám, ezt nézzétek el nekem. És utána elkezdte szépen a több rétegű kis tésztalapot felszeletelni. Amikor ezzel ugye megvolt, akkor fogta a különböző kis szeleteket, és ezeket ugye elkezdte ilyen téglalap alakúra föl szeletelni. Így. És attól függően, hogy szabógallért szeretett volna készíteni, vagy kockatésztát, olyan alakúra vágta a végén a tésztáit. És nagyjából viszonylag sok tésztát egyszerre föl tudott így vágni, tehát így eléggé haladós volt a munkája. Itt is egy kicsit összeigazítjuk a tésztát. Majd elkezdjük a téglalapokat vágni belőle. Amikor megvannak a kis téglalapok, utána átlósan háromszög alakba vágom őket, ezt hívjuk szabógallérnak. És mivel kellőképpen szikkadt volt már a tészta, illetve kellőképpen meglisztesztük a felületét, ezért a tésztalapoknak esélyük sem volt arra, hogy összeragadjanak. Ahogy láttátok, elkészültem a csúszatésztámmal is, amit ezúttal egyébként szabógallérnak vágtam föl, de nyugodtan meg lehet hagyni nagy kockatésztának, de lehet belőle készíteni széles metéltet, mindegyiknek tökéletes. És tudjátok, ez nekem egy tökéletes kikapcsolódás. Ez pont olyan, mint másnak a festegetés, rajzolás, hímzés, horgolás, kinek mi a hobbija. Nekem ez lett most éppen az a hobbi, amivel tökéletesen ki tudok kapcsolódni. És ahányszor nekiállok tésztát gyúrni, annyiszor jutnak eszembe azok az emlékek, amikor gyerekkoromban a nagymamámhoz kiültem a konyhába, és figyeltem, ahogy összegyúrja a tésztát, amikor sodrófával a deszkán kinyújtja milliméter vékonyságúra, és utána egy picit hagyta állni őket, és késsel, deszkán összevágta még a cérnametéltet is. Na, a cérnametélthez nekem már késsel, deszkán nem lenne türelmem, ez tény és való, sokkal egyszerűbb képpel megcsinálni, viszont nagyon szívesen megcsinálom ezeket a csúszatésztákat késsel, mert tök egyszerű, és legalább olyan flow élmény nyújt számomra, mint hogyha kimennék a természetbe sétálni. De erre nem mindig van lehetőségem, mert néha nagyon rossz az idő, és olyankor kevésbé szeretek sétálni kint a természetben, amikor szakad az eső. Viszont most már találtam itthonra is egy olyan tevékenységet, ami legalább annyira föltölt, mint hogyha sétálnék és figyelném a természetet. Szokták volt mondani, hogy mostanában az embereknek nagyon kevés lehetőségük és idejük van arra, hogy elmélyüljenek saját magukban, és a gondolataikat, az érzéseiket a helyükre rakják.
Ez köszönhető a felgyorsult világnak, illetve annak, hogy rendelkezésünkre áll számtalan csatorna ahhoz, hogy eltereljük a figyelmünket saját magunkról. Gondolok itt például a különböző közösségi médiákra, Facebook, Instagram, stb. Illetve gondolok itt a televízióra, vagy éppen az interneten felelhető ezerféle sorozatra vagy filmekre. És szokták javasolni, hogyha szeretnél úgy elmélyülni magadban, szeretnéd átélni a flow élményt, akkor kezdjél el festegetni, rajzolni, vagy rendelkezésünkre áll különböző színező, amit hogyha elkezdünk kiszínezni és belemélyedünk, akkor könnyebben fel tudjuk dolgozni a napi stresszt. Az a helyzet, hogy nekem a színezőm az a tésztagyúrás, mert nagyon finom lesz a végeredmény, és közben lehetőségem van arra, hogy egy kicsit a saját gondolataimban legyek. Igen, előfordul, amikor bekapcsolok magamnak egy zenét, és zenével együtt gyúrom a tésztát, és készítem a cérnametéltet meg a csuszatésztákat, de előfordul, hogy csak szépen kiállok a konyhába, és csak így el vagyok a fejemben, és olyan jó, hogy nem kell különböző médiákra figyelnem, nem kell különböző emberekre odafigyelnem. Lehetőségem van arra, hogy a különböző gondolatok, a különböző érzések megérjenek és kiforjanak bennem. Sokkal hasznosabbnak találom egyébként, mint leállni és felnőtt színezőt színezgetni, de hogyha valakinek ez ad örömet, akkor csinálja azt. 4 nap telt el azóta, hogy meggyúrtam a tésztáimat, szóval valószínűleg már teljesen ki vannak száradva, ezért most szépen elrakom őket egy dobozba, és csak előveszem őket, amikor szükségem lesz rájuk. Bánjuk óvatosan a cérnametéltel, mert hogyha nagyon hirtelen és durván nyúlunk hozzá, akkor nagyon hamar össze tudnak törni. A szabóvalók is gyönyörű szépen kiszáradtak. Most már abban reménykedem, hogy ebbe a dobozba elférnek, de ha mégsem, akkor remélhetőleg az egy ilyen nagyobb dobozba bele fognak már férni. Elkészültek és megszáradtak a házi készítési tésztáim. Remélem, hogy meghoztam a kedveteket ilyen tészta készítéshez. Hogyha igen, akkor próbáljátok ki a nagymamám féle trükköket, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, mert legközelebb is fogok hasonló érdekes dolgokat mutatni nektek. Legyen szép napotok, sziasztok! Thank you.